Üdvözlök mindenkit, Necrocrim vagyok, jöjjön 2018 Warframe The Necro Army Clan toborzó. Most itt rögtön az elején mondom el nektek, srácok, ha jelentkezni szeretnétek a klánba, és persze később beszélünk arról, hogy milyen klánba is jelentkeztek, szóval ha jelentkezni szeretnétek a klánba, ennek a videónak a leírásában találjátok meg a linket, a klánhoz való jelentkezéshez, úgyhogy arra kattintva és csak is arra kattintva kitöltve tudtok jelentkezni. Nem foglak tudni és nem is akarlak felvenni, úgyhogy csak random bejelölsz. A játékban nem fogok küldeni klán meghívót ezentúl. A Necro Army strukturálisan át fog alakulni és szeretnénk remélhetőleg jobbá tenni, mint ami volt. 2018-ban is egy újabb rendszert, egy újabb valamit folyamatos fejlődés alatt tartani a klánt, és lehetőleg egyre jobbá tenni. Így aztán a 2017-es videók alatt lévő jelentkezési feltételek érvényét vesztették ezzel a videóval, és már csak az van, hogy azon a linken keresztül tudtok jelentkezni, és úgy fogunk felvenni titeket. Csak azokat a neveket fogjuk felvenni, akiknek a neve rajta lesz azon a bizonyos jelentkezési listán, aminek a linkjét itt találjátok meg ezen a videó alatt. Nos, most, hogy ezt tisztáztuk, jöjjenek az alliansok, aki az allianszunkba szeretne csatlakozni, mert hát ugye az is van, így szívesen várunk mindenkit. A klánotok nevét Necrocrim Facebookra egy üzenetben elküldöd, kérlek ügyelj a helyesírásra, és mert ha nem, akkor nem tud a rendszer küldeni ki meghívót. Ugyanez igaz, amikor jelentkeztek a klánba magába, és ügyelnetek kell a helyesírásra, hogy a rendszer megtaláljon titeket, amikor kiküldjük a meghívót. Nagyon-nagyon fontos dolog, mind Allianz és mind jelentkezőknek is, hogyha jelentkezel egy új klánba Warframe-ben, ki kell lépned a régiből ahhoz, hogy a rendszer engedjen meghívót küldeni, úgyhogy, ja, ha jelentkeztek, biztosodj meg róla, hogy kiléptél a régi klánodból, a régi Allianzodból, hogy tudjak meghívót küldeni. Mert hogy, ezt azért mondom, mert automatikusan küldöm ki a meghívókat copy-paste-elve, tehát Ctrl-C, Ctrl-V-vel küldük ki a meghívókat, mint vezetők. Akinek nem tudunk kiküldeni meghívót, az pirossal bejelöljük a listánkon, de többet vissza nem feltétlenül megyünk rá, hogy újra meghívjunk, mert sok embert hívunk be hetente, és tehát konkrétan nem, nincs időnk, és nem is fogunk felmenni, hogy újra meghívjuk azokat, akik bejelöltük pirossal, csak megjelöljük, hogy nem tudtuk meghívni, ez van. Szóval helyesírás, és ügyelj arra, hogy kiléptél az előző klánodból, vagy allianszodból, hogyha hozzánk szeretnél csatlakozni. Na de, mi az, hogy hozzánk csatlakozni, úgyhogy most beszélni fogok egy kicsit arról, hogy honnan indult ez a klán, mit csinált ez a klán, legyen ez egy ilyen jó szokás minden toborzó videóban az új embereknek, és hogy hogyan alakul át a struktúrája 2017-hez képest, vagy mi az én célom, mi a mi célunk a 2018-as évre, és remélhetőleg ez nektek is tetszeni fog, és vonzó lesz arra, hogy a klánunk, a közösségünk, mert hogy ez egy közösség inkább, részei legyetek, hogy barátokra találjatok itt nálunk. Ja, még egy nagyon fontos, két nagyon fontos dolog, mielőtt belevágok egy kicsit a Necro Army, és hova csatlakoztok, ami úgy nézett ki, hogy probléma volt 2017-ben. A szabályzatunk nem elolvasása nem fog mentesíteni az alól, hogy ne rakjunk ki. Szóval, ha valamit nem tudsz, de hülyeséget csinálsz a közösségünkbe, akkor is ki fogunk rakni, és nem tudod felhasználni azt a kifogás, hogy jaj, én nem olvassam el, és nem találtam el a szabályzatot, mivel hogy maga a szabályzat, maga a jelentkezési linken van, úgyhogy nagyon javaslott elolvasolni, mert egy komoly közösségbe csatlakozol, ahol normális és etikus játékosokat várunk, és a szabályzat nem betartása, vagy nem elolvasása nem fog mentesíteni semmi alól. Továbbá,
hogyha azért jelölsz be, vagy azért lépsz be a klánba, mert hogy velem szeretnél játszani, ezt a 2017-es videóban is mondtam, mert hogyha velem szeretnél játszani, akkor csalódnod kell, mert csak ezért bejelölni engem, hogy velem játszál, az valószínűleg nem fog előfordulni. Nagyon szívesen játszom a klántársaimmal, de természetesen leginkább azokkal, akik fel fognak járni valamilyen kommunikációs eszközre, mint a Discord például, 2018-ban a klánunkban a Discord lesz a fókusz. Továbbá, vagy TS, hogyha úgy adódik, de csak úgy random, mert bejelöltelek, játszunk együtt, legyél benne, vagy benne legyél a videómba, ilyen dolgok miatt sajnos csalódást kell okoznom. Nem, valószínűleg nem leszel benne a videómba, ha csak nem, random épp nem együtt játszunk. Szívesen játszom veled egy játékot, nem arról van szó, de csak akkor, hogyha ráérek, és nem éppen más csinálok, vagy az saját dolgaimat csinálom. Kérdésekre szívesen válaszolok, de türelmesnek kell lenned mondjuk, hogy befejezzek egy küldetést, a többi. Tehát ha kifejezetten miattam jössz a klámba, hogy velem játsz, velem az én videómba légy, stb. Nem feltétlenül fogsz örülni, hogy hozzánk csatlakoztál, mert mindenkit egyenlően kezelek, senkivel nem teszek kivételt, és igyekszem úgy rendezni a dolgokat, hogy mindenkinek jó legyen, de mivel hogy sokan írtok, jöttök, kérdeztek egyszerre, így aztán a válaszadás is annak mértékében nyúlik el. Ezt szerettem volna még tisztázni, hogy nem miattam gyertek ide, hanem amiatt a közösség miatt, hogy barátokra találjátok, játékostársakra, stb. Ez lesz egy ilyen fő fókusz 2018-ban is. Nos, de honnan indul a Necro Army? Tulajdonképpen maga a klán ötlete Battlefield 4-ben alakult meg, és ott alakítottuk meg egy páron, és kinőtte magát Magyarország egyik legnagyobb klánjával annyira, hogy hát két klánt kellett létrehozni Battlefield 4-ben, továbbá létrehoztunk Battlefield 3-ban, Hardline-ban, Battlefield 1-ben, tehát azóta minden Battlefieldben részt vagyunk, és persze amikor rákattantam a Warframe-re, akkor egyértelmű volt, hogy Warframe-en is ott leszünk. Továbbá Steamen is talán lassan már 600 taggal számolhatunk, Warframe-ben valahol 900 és 1000 fő között mozog a közösségünknek a száma, és fontosnak tartom, hogy közösség, mert nem kompetitív klán vagyunk, tehát tényleg arra megy a hangsúly, hogy és ez még inkább egy fókusz lesz 2018-ban, hogy egy közösség, és az a közösség önműködő legyen. Tehát ez a cél. Olyan embereket szeretnék, hogy jöjjenek most a klánba, vagy akik a klánom tagjai jelenleg, hogy a fókuszok az önműködőre legyen meg, és a klán struktúránk is e felé fog alakulni 2018-ban, hogy úgy működjön, egy kicsit azt szeretném, hogy úgy működjön magyar gamerek, magyar Warframe-esek számára a klán, mint a Warframe-ben a relay-ek. Tehát amikor odamész, ott vagy, ott egy közösség, tehát szeretném azt, hogyha a magyarok számára egyféle közösség lenne, hub lenne, ahova bejöhetnek, kijöhetnek, amikor szeretnének, ha segítséget szeretnének kérni, akkor találjanak segítséget, legyen, aki válaszol nekik, és szeretném, hogyha a játékosoknak, akik jelentkeznek hozzánk, és vagy már benne vannak a klánban, hogy ez a mentalitás legyen meg nekik, hogy segítsenek másnak, ha van valakinek egy kérdése, még ha hülye is, igyekezzenek rá válaszolni, nem helyettük megoldani dolgokat, és ez nagyon fontos hangsúly, amióta a TNA megalakult, és ha belegondoltuk, az teljes TNA, ahány játékban benne vagyunk, az igazából mostanra már sok-sok ezer fő, és Európa egyik legnagyobb gamer közössége lett, és ez nem vicc, ez nem túl, és ez tényleg így van, és ezt szeretném, hogyha olyan tehetség és fókusz emberek vannak, akik szeretnek visszaadni a közösségnek, vagy barátokra lenni, és a Warframe, konkrétan ugye a Warframe klán az egy közösség lenne embereknek, ahova be tudnak jönni,
barátokat tudnak keresni, meg tudnak keresni, kérdéseikre esetleg választ tudnak kapni, és mindig megtalálnák itt ezt a klánt, mert értelemszerűen nem biztos, hogy én a jövőben mindig ott tudok lenni, hanem, és erre találtam nagyszerű embereket mindig az idők során, akik tudták vinni a klánt, és összetudták tartani a klánt, és erre már volt bizonyíték, hogy 2017-ben csináltam egy majd 7 hónapos, 7 vagy 8 hónapos túrát Európa körül, és addig konkrétan a klán magától működött, és ezért is döntöttem, hogy 2018-ban is döntöttünk úgy a vezetőkkel, hogy a fókuszt a önműködésre és a jobb önműködés elérésére tesszük. És akkor, hölgyeim és uraim, innentől fogok egy kicsit beszélni arról, hogy hogyan fog kinézni a 2018-as Warframe-nek, The Necro Army klánnak a működési struktúrája, és ennek megfelelője, milyen mentalitású játékosokat szeretnénk, ha a klánunkba jönnének. Nos, elsősorban azt kiemelem, hogy bárki, aki csatlakozik hozzánk, egy 2 hónapos inaktivitási határidőt kap. 2 hónap után, mivel azt szeretnénk, hogy a klán folyamatosan aktív legyen, 2 hónap után több mint valószínű, hogy mindenkit ki fogunk ezentúl rakni. Azért mondom, hogy ezentúl, mert 2017-ben, akik Death Knight, úgynevezett Death Knight rangban voltak nálunk, ők a klánunk örök tagjai, maradtak, ők azok a játékosok, akik mondjuk alacsonyan kezdték és magas mastery rankkal végezték nálunk, és felkerültek emiatt Death Knight rankba, ami egy elég magas rang a klánunkban, ők örök tagok maradnak és bármeddig inaktívak lehetnek. Na most ez meg fog szűnni, tehát ez az egyik első változtatás, hogy ez meg fog szűnni, most már mindenkire érvényes a 2 hónapos inaktivitás, kivéve természetesen Lich Kingekre, de hogyha a Lich Kingek valami, tehát Lich King mint rang, az a vezető alatti legmagasabb rang konkrétan, ha a Lich King valami oknál fogva inaktív, akkor egyen lejjentebbi rangra kerül, és onnantól már őt se védi meg az, hogy ki kerüljön a klánból. Természetesen, hogyha szólsz, hogy érettségizem, vizsgázom, egyetemre járom, tanulnom kell, családi probléma, anyám kínja, ez egy kivételt fog jelenteni. Ott lesz a neved, felírjuk, jó, oké, ha véletlenül valami oknál fogva valamelyik vezető kirakna a klánból, szólsz, figyelj, én voltam az, aki szólt, hogy ez és ez van, ezért nem tudtam jönni, és visszaveszünk, nem probléma. De hogyha csak úgy random eltűnsz az éterbe, 2 hónap, hello, szia. És utána lehetséges, hogy újra jelentkezel, de nem feltétlenül kapod vissza azt a régi rangodat. Nos, hogyan fog kinézni remélhetőleg az önműködés felé, és még jobban az önműködés felé vezető út? Tehát olyan játékosokat keresünk, akik szeretnének segíteni a közösségnek. Úgy érzik, hogy már tényleg sok mindent elértek a Warframe-nél, és szívesen segítenek, akár kérdésekre válaszolva, vagy küldetésekre menve segítenek a játékosoknak, a kezdőbbeknek, és a gondolják itt találnak barátokra, vagy játékostársakra, tehát ez a fókus. Társasági embereket szeretnénk, akik félreértés ne esik, mindenkit szeretnénk, félreértés, mindenkit szeretnénk, csak a klán struktúrában szeretnénk olyanokat, akik társasági emberek, szívesen segítenek bármilyen formában másoknak, és ezért is létezik már egy ideje próbaképpen, de most már azért igazából már jó ideje próbaképpen megy, mert beválni látszott, egy olyan klán rang most már nálunk, a Necro Army, hogy TNA Guide. A TNA Guide egy kicsit olyanok, mint a Lotus Guide a Warframe-ben, de szerettük volna látni, hogy hogyan alakul a TNA Guide-oknak a dolga. A TNA Guide-ok feladata az, hogy segítsenek bármilyen téren azoknak, akiknek kérdéseik vannak, hogy esetleg egy, mit tudom én, pénzt szeretnének venni, farmolni, akkor a TNA Guide-ok segítségét
tudták kérni erre. Na, és természetesen a térnagárdok nem voltak elegen 1000 emberre, és ezért is szeretnénk ezt a pozíciót megerősíteni olyan játékosokkal, akiknek maguknak is fejlődni kell Warframe-ben. És a fejlődés ugye az azzal jár, hogy játszol a játékkal, mész, farmolsz, és a többi. Szóval olyan játékosokat várunk például erre a pozícióra, akik tudják, hogy amúgy is játszani fognak, amúgy is farmolni kell, és négyen mindent könnyebb, és ezért ugye ott van a Discord szerverünk, ott van a TS szerverünk, fel tudtok menni, együtt játszani, és a többi, együtt farmolni, és együtt fejlődni a játékban, és ez lenne az egyik ugye fókusz arra, hogy TNA guide legyél, és hogy megtaláld azokat az embereket, akik ugyanazt a célt szeretnék elérni, mint te, és akkor együtt csinálhatjátok. Tehát ez lenne az egyik fókusz. És most már a TNA Guide-ot szeretném felosztani két csoportra, az egyik, amit az imént felsoroltam, és a másik olyan játékosok megtalálása lenne a cél, akik lexikális tudások nagy Warframe-en belül, és ők fogják megkapni nálunk az úgynevezett élő lexikon rangot, és az ő feladatuk nem más lesz, csupán csak annyi, hogy a játékosok felmerülő kérdéseikre válaszoljanak, minél több ember, annál jobb. Természetesen mindegyik ranknak, klánon belül, aki megkapja ezt a rankot, azoknak lesz egy szabályzat című történet, hogy hogyan illik viselkedni, mert előfordulhat, hogy egy élő lexikon egy választ ismer, egy másik élő lexikon egy harmadik választ ismer, ezért meg kell azt beszélni, hogy hogyan kell választ adni a bizonyos embereknek, csak igazából elég egyszerű rá a verse. De hát várunk olyan embereknek a lexikális tudása nagy, és szeretnek válaszolni, segíteni, vagy elmagyarázni dolgokat embereknek. És erre ezért szeretném, hogy a fókusz Discordon legyen 2018-ban, mert oda akár videókat, képeket, bármit fel tudunk tölteni az online lévő embereknek, és nem feledkezne meg arra a Facebook csoportunkról, ahova szintúgy jelentkezhetsz és kirakhatod ötletédet, bármit. Tehát ilyen téren a klán hatalmas, tehát támogatjuk az ötleteidet, és bármilyen aktivitást, amit szeretnél szervezni, hogyha nem megy szembe a klán etikájával, akkor én azt hiszem elmondhatom magamra, hogy mindent támogattam. Na és aki elért eddig a videóval, akkor most jön az a bűvös szó. Írja le kérem kommentbe, hogy macska bugyi. Ez lesz a bűvös szó, mint mindig. És akkor folytatjuk azt, hogy hogyan látom én még ezt a jövőt, ez a bizonyos klánnal. Na és szóval belépsz a klánunkba, tegyük fel, alacsony mastery rankú vagy, semmi probléma, mert a rangokat úgy kapod meg, ahogy haladsz a mastery ranggal. Na most a rangadás csak azoknak jár, akik online vannak, és mondjuk éppen én fellépek Warframe-be, és na, havi egyszer kiosztom a rangokat, és akik épp online vannak, azokat elkezdem felfelé léptetni mastery rang alapján, és előbb-utóbb be fogtok érni abba az úgynevezett TNA guide rangba, továbbá élő lexikon rangba. Na most, ha belépsz abba a rangba, és észreveszed, hogy annak a rangnak a tagja vagy, de te nem szeretnél részt venni az élő lexikonban, vagy a TNA guide-ban, mert hogy mit tudom én, te szóló játékos vagy, és téged ez nem érdekel, semmi probléma, ráérsz az egyik vezetőre, és figyelj, léptessetek le a TNA guide alatti szintre, és akkor el van intézve a dolog, mert hogy te nem az a fajta játékos, vagy te csak szeretnél egy klubban lenni, el vagy boldog, vagy meg van tudva. Ezen felül, hogyha nem vagy TNA guide, vagy a mastery rankod alacsonyabb, mint ahhoz, hogy egy TNA guide legyél, vagy egy élő lexikon legyél, bár az élő lexikonnak azért lesznek feltételei, mert azért az mégiscsak egy olyanabb rang, tehát hogyha nem vagy még az a rang, mondjuk, hogy TNA guide lehess, de szeretnél az lenni, illetve tudod, hogy társakra van szükséged, akikkel tudsz farmolni vagy menni, akkor bármelyik vezetőt megkérheted nálunk, hogy léptessen fel TNA guide-ba, és akkor próbaként felléptetünk TNA guide-ra, és
részt vehetsz a klánnak azon közösségi részébe, hogy segítesz másoknak, és ezúttal természetesen segítve magadnak is. A másik fő dolog, amiről szeretnék beszélni, az a Facebook csoportunkban lévő aktivitás. Tehát, hogyha egy TNA guide vagy, ha egy élő lexikon vagy nálunk a klánban, akkor nagyon javasoljuk, és volt egy-két srác, aki ezt nagyon profin csinálta, és csinálja mind a mai napig a klánban, és egy sajátos, személyes brandet hoz létre, egy márkát hoz létre, hogy tudják, hogy az emberek te egy TNA guide, vagy tudják az emberek, hogy egy élő lexikon vagy, azzal, hogy megmutatod magad a játékon kívüli online közösségünkben és Facebook csoportunkon, Discord szerverünkön, TS szerverünkön, hogy az emberek lássák, hogy te vagy. Az természetesen mindenféle ilyen online dologban láthatóvá tesszük valahogy, hogy te vagy egy TNA guide és lexikon, de hogyha minél többet mutatsz meg magadból, és minél többet segítesz, akkor az emberek rájönnek, és elkezdenek segítséget kérni tőled, vagy és hogy több embernek tud segíteni, tehát hogyha van egy videód erről a modolásról, vagy van egy képed erről a modolásról, és stb. Ne félj megosztani a Facebook csoportunkban. Nem jelenti azt, hogy nem fogsz egy kritikát kapni mondjuk egy magasabb vagy nagyobb lexikális tudásra rendelkező játékosod, de senki nem köcsög, azt kell mondjam. És ez a másik része a dolognak, hogy a köcsögöktől nagyon gyorsan megválunk, és nagyon nem szeretjük a közösségünket lehúzó embereket, és nagyon-nagyon gyorsan szeretünk tőlük megválni, és efellé semmiféle kímélet nincs egyik vezető részéről sem. Nos, srácok, azt hiszem, hogy nagyjából mindent elmondtam, és nagyon remélem, hogy tetszik az elképzelés a Warframe 2018-ra. Remélem, hogy tényleg ez az a cél felé vezet, ami a egyre nagyobb önműködés elérése. Remélem, hogy a magyar közösség, Warframe közösség, hogy olyan közösség, ami képes visszaadni valamit, a tudását, a segítségét egymásnak és más játékosoknak, mert a célom tényleg az, hogy az emberek barátokra találjanak, és azt hiszem erre rengeteg példa volt az elmúlt időkben a klánunkban azon játékosok felől, akik hajlandóak voltak nyitni, és feljárni teljesen megismerkedni másokkal, együtt menni, és ez egy még nagyobb fókuszt kapott 2018-ban, és remélhetőleg ez a klán struktúra ezt fogja elősegíteni. Természetesen azt ki kell emeljem, hogy a változtatás jogát fenntartjuk, tehát ha valamiért úgy látjuk, hogy nem működik a rendszer, akkor igyekszünk úgy működtetni és úgy változtatni a szabályokon, hogy működőképes legyen tulajdonképpen, és de azért reméljük, hogy egy szolid és működőképes a rendszer, és a magyar játékosok, a magyar Warframe közösség tényleg úgy fogják kezelni ezt, mint egy hubot, ahova tudnak jönni és tudnak segítséget kérni. Nem megoldást, nem azt fogjátok kapni nálunk, félreértésnehesség, hogy mi adunk és nektek nem kell visszaadni, nem. Az utat fogjátok kapni esetleg ahhoz, hogy hogyan kell elérni célokat a Warframe-be, de nem fogunk semmit sem megoldani helyettetek, és ez egy nagyon fontos dolog. Semmit nem oldunk meg helyette, csak megmutatjuk, hogy hogyan kell megoldani, és azt hiszem, hogy ez már egy nagyon jó praktika lett 2018-ra, és aki jelenleg klántag nálunk, ők mindannyian így értik már ezt a rendszert, és értik, hogy hogyan működik a Necro Army belülről. Nos, srácok, köszönöm a figyelmet, remélem tetszett a videó, és tetszik az elképzelés a 2018-as Warframe tervekre. Addig is a következő Warframe videóig köszönöm a figyelmet, sziasztok!